Rajtunk már csak egy forradalom segíthet? A Kompország vendége Mérő László. Mérő László matematikus, publicista, pszichológus, játékfejlesztő, a Kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem és az Eltebb Pszichológiai Intézetének professzora. 1980 óta tart kurzusokat magyar és angol nyelven hazai és külföldi egyetemeken. 2003 és 2019 között kolumnista a Magyar Narancs, majd a HVG folyóiratokban több magyar és angol nyelvű könyvtárs szerzője, nemzetközi szakfolyóiratokban több mint 30 angol nyelvű publikációja jelent meg. 2018-tól a tudományos stand előadója, 2021-től társtulajdonosa. Két gyermeke van, fia Mérő Csaba szoftverfejlesztő, gómester, lánya Mérő Vera publicista, emberi jogi aktivista, a Nem Tehetsz Róla Tehetsz Ellene Alapítványtárs alapítója. Üdvözlöm a nézőket, ez a Kompország, a Magyar Hang beszélgető közeleti portré műsora. Mai vendégünk Mérő László, pszichológus, matematikus, játékfejlesztő, akit nagy szeretettel köszöntök a stúdiónkban. Üdvözlök én is mindenkit. És ö, fontos megjegyezni, hogy a beszélgetést kedden vesszük fel a Magyar Hang szerkesztőségében a ö, péntek estétől érhető el, ugye értelemszerűen az adás. Ezért e heti magyar hangot nem tudok most mutatni, mert az még készül, az még nyomdába se küldtük el. Viszont egy, van egy viszonylag friss, és nyilván tartalmát tekintve meg egészen friss pár hetes magyar hang címlap, ahol vendégünk szerepelt, és a Albert Enikó kolléganőm készített vele egy interjút, és én ennek az interjúnak a Tovább gondolásával szeretném indítani ezt a beszélgetést, és nagyon sok érdekes gondolat volt benne, és valamit én azt gondolom, hogy az interjú keretein kívül is talán egy ilyen hosszabb beszélgetésben érdemes tovább gondolni. Volt egy nagyon erős gondolat számomra benne, ott arról beszéltél, hogy a pártok közül a momentumot tartott hitelesnek, de hiányolod belőlük azt az erőt, és most idézem szó szerint, ami akár egy forradalomig elvinni őket mert azt mondtad, hogy a jelen politikai helyzet megoldását nem nagyon látod, amíg Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor között van a választás, addig nem nagyon látod más megoldást a mint egy fordalom útján oldódik meg ez a helyzet. Tehát a fordalom az azért az gyakran erőszakkal járó cselekmény. Nem Valóban ez, ez, egy opció most a magyar társadalom számára? Hát egyre inkább kézzem, sajnos úgy látni, hogy ez egyetlen opció. Nem mindig véres egy forradalom, hát látunk már bársonyos forradalmakat meg és ráadásul a csehek viszonylag szóval többet tettek például, mint mi, és még Romániában is meglepően nem volt annyira véres. Jó, tehát soha, ott, ott egy, egy annyira gyűlölt diktátort, ami Magyarországon sose volt, mert azért nekünk történelmi szerencsék, hogy Kádár János nem Nikola Ceaușescu volt, Szóval ez azért, ezen valószínűleg nem fogunk vitatkozni. Hát ezen nem, meg őt le is váltották, ugye, még, amikor már bekövetkezett a rendszerváltás az előtt. Igen, tehát, de azon kívül, Hát én például ilyen Kolozsváron tanítok most már 31 néhány éve, ott rengeteg ilyen városi legendát hallok, hogy például egy, bará, egy tanár kollégám, egy román srác, az állítólag bement a 89. decemberében valahogy szerzett volna egy géppisztoly, egy bement a szekuszékházba, és ott úgy sorba állította a szekusokat, hogy most kus, Használni a fegyverét nem kellett, általában egyetlen volt, aki annyira ugrált, hogy fejbevert a géppiszto a, 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 a agyával, ez azért nem egy. És a komite néhány nap múlva azt mondta, hogy na tűnjetek el, és ne lássunk titeket többet Kolozsváron. Valószínűleg jó néhány szekus életét mentette meg ezzel. Szóval, na, tehát ezt mondom, hogy nem feltétlenül, hogy ennyira, annyira véres dologról van szó, tehát meggyőződésem, hogy Magyarországon is lenne néhány ilyen szép erős fiziológus hallgató, srác, aki, aki át is látja, hogy mi van, és, és mondjuk egyetlen egy, egyetlen egy pofonnal megoldja a dolgot. Értem, nyilván azért legyünk ugye méltányos, hogy a mostani magyar politikai vezetés sem lehet nyilván a Csauseszkú vezetéshez hasonlítani. Szó sincs e, Tehát már csak az erőszak párhuzam, nem? De... Ugyan, nem, ugyanarra mondtam ezt is, tehát, hogy, hogy most Magyarországon annyira gyűlölt, erőszakszervezet nincsen, mint mondjuk az Ávó vagy a Szekú volt. Igen. Szóval a rendőrök, én nagyon sokáig védtem a rendőröket, hogy te úgy járnak el, ahogy kell nekik. Most a diák tüntetésen egyszer vagy kétszer elég durván túl kaptak, most már ezt a véleményet nem tudom tartani, de még mindig nem arról van azért szó. Szóval könnyen lehet, hogy a rendőrök többsége nem lenne hajlandó lőni a népre. Uh, igen, de mégis azért, mert picit lovagolnék még ezen a forradalmon, uh -huh. hogy ezt, 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 így, ezt tudom, hogy vannak, meg vannak vannak, példák is arra, hogy, hogy hogy, békésen történik meg. Igen, valóban a, a klasszikus az a, az a, az a csehszlovák, ugye 1989 es igen. bársanyos forradalom volt, ahol egy hatalmas tömeg jelent meg az utcán, és gyakorlatilag a Václav Havel nem tudom én, a házi őrizetből a Hradzsimba vonult be körülbelül, ezt történt pár-pár nap alatt. Uh, <hállt> de valahogy... Ennek a feltételeit azért Magyarországon én nem látom, hiszen, és akkor lenne egy alkérdés is, hogy ön, vagyis egyetértesz azzal, hogy, hogy Magyarországon választás útján nem nagyon lehet ezt a kormányt leváltani, viszont ha ez így van, akkor az azt is jelenti, hogy az urnáknál nincsen többsége az ellenzéknek, hanem ott a Fidesznek van. Tehát egy fordalomhoz azt feltételezem, hogy, hogy... ha a Fideszhez hozzászámítjuk Gyurcsányt is. Hát akkor meg aztán nagyon nagy többség van, igen. Hát de akkor, Ez a, na, ez az egészen nekem ez a bajom, ez a teljes álságos hazudozás minden oldalon. Igen. Tehát, tehát igazából ez szóval kicsit olyan, mint a Harry Potter és Voldemort, hogy nem élhet az egyik, míg él a másik. Tehát szóval is mind a kettő él, persze élni is fog, mert egy egymásra itt. Igen, de ha meg, megnézem a felméréseket, amik nyilván nem feltétlenül a legpontosabb képet mutatják arról, hogy hogy állnak, de azért általában a választásokon ha nagy eltérésekkel is, de azért a trendeket azért meg szokták mutatni, hogy ki a legerősebb párt, ki hogy áll. Uh -huh. És most ez azt mutatja, hogy a, a, az aktív választók körében a két legerősebb párt, tehát kimagaslóan ugye a Fidesz vagy fidesz KDMP a legerősebb, és az ellenzéki táboron belül pedig az említett demokratikus koalíció. Uh -huh. Tehát azt is mondhatnám, hogy a magyar választók relatív többségének, vagy talán többségének ez a két politikai erő így megfelel. Ez nem egy forradalmi helyzet így. Várjunk. De mondok egy nagyon egyszerű példát. Azért a, Fra a fradi a ultra közönsége az eléggé lojális szokott lenni a rendszerhez. Igen. Meg a, most még, még, az oroszok mellé is kevésbé átállt. De amikor három ra kikapott a Fradi nem is emlékszem a nevétől, a Ferőeri csapatnak, akitől, Pékektől, igen, mindegy, szóval nem láttuk még ezt a nevet a futballalénába, akik tényleg Pékekből, meg Hentesekből állt, akkor azért egy másodperc alatt elkezdett a B közép, üvöltve azt üvölte, hogy Ruszkik haza, és ez az orosz edzőnek szólt. És meg is valósult egyébként a követelés nagyon gyorsan. Perceken belül. Tehát ott hirtelen világos lett, hogy itt nem maradhat ez az orosz edző, mert akkor forradalom lesz. Akkor nem lehet tovább játszani ezt a két színű politikát, hogy jaj, hát Ukrajna azért milyen kis keci. Hát ugye nem látunk a jövőben, de akkor egy olyan fordulatba gondolkozott, hogy azt lehet elképzelni, hogy, hogy valamiért egyik pillanattól a másikra átfordul a tömegnek a hangulata. Igen. És ugye ez volt Romániában annak idején 89. Ez, decemberében. ez egy vereség egy nóném no csapattól, akkor tényleg most, ami hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy nagy bravúrral legyőzzük a nálunk tízszer drágább és tízszer értékesebb Igen. csapatokat, néha egy-egy ünnepi alkalommal. De itt most fordított volt a helyzet. Itt egy tized annyit se érő csapat, tényleg amatőrök. Tehát olyan volt olyan, aki a szállodaportáról ment Igen. a repülőhöz, Igen. mert ott volt portás, és még a műszakját végig dolgozta. Szóval az jössz tele keményen három úr a nagy magyar csapatot, amiben összesen tán két magyar, ha játszod, de lehet, hogy csak egy a kapus. Igen, viszont azt még, még, egyszer megkérdezném, hogy ez a, ez, a, ez a sokakat foglalkoztató kérdés, hogy, hogy választás útján leváltható-e a jelenlegi kormány, illetve a jelenlegi rendszer, mert ugye igazából erről kell beszélni, hogy, hogy, hogy ezzel te egyetértesz már mint az, hogy, hogy, ha megváltozik az rendszer, akkor nem egy ilyen klasszikus választás útján fog ez a, ez a, változás bekövetkezni? Vagy, vagy azért megtörténhet úgy is? Elvileg megtörténhet, nem valószínű, hogy megfog. Azért nem valószínű, hogy megfog, mert, mert a Fidesz olyan pontossággal méri a közvélemény legkisebb rezdüléseit is, hogy pontosabban fogja tudni, hogy most baj van, mint, a, mint bárki más, és ezért So, gyakorlatilag korlátlan előforrásokkal meg fogja, szóval meg fogja találni azt a technikai megoldást, hogy mégse legyen baj de akkor azt is bemérheti előre, vagy észlelheti, hogyha az, a, amiről beszéltél, hogy ez a, ez a hirtelen átfordul a a hangulata, akkor azt is be tudja mérni, hogy ez bekövetkezhet. Befogja. Tehát ott a földrengés talán valahogy hát, úgy lehet Már ilyet egyébként, nem tudom, emlékszel -e például, amikor Schmidt pásztoriára. Igen, Pénteken még igen. az volt, hogy mi mindenáron megvédjük a aljas rágalmak ellen a köztársaság első emberét, vagy Magyarország első emberét, hétfőn meglapát volt. Most véletlenül tudom, mert volt tanítványaim, azok a közvéleménykutatók, akik, akik megkapták azt a feladatot péntek délután, most rögtön kideríteni, hogy, hogy tényleg hogyan áll az ország a Schmidt pálhoz tehát most az igazságot akarjuk tudni, azt mondták nekik. Igen. Sokszor nem rögtön mondanak ilyet nekik, tehát szóval akarják ők tudni az igazságot is, csak legfeljebb nem mondják el. És a srácok voltak, meg lányok voltak a legjobban meglepődve, hogy az ország egy hétvége alatt hirtelen átfordult. Tehát már nem diákcsínnek tekintette ezt a plágiumot, Igen. amit általában szoktuk, annak szoktuk, hanem ez a, egy 180 oldal tömény plágium, ez hirtelen átütött egy határt, ezért kellett másnap lapátra tenni, mit párt. Igen, de ezzel a, a, a politikai élét is tompították. Persze, tehát, és akkor ennyire, egyszer, mint egy másik példa. Erre. A, ez a, a járványnál, tehát amikor reggel azt mondja a miniszterelnök, hogy ha a pedagógus nem megy be tanítani, akkor nem tudom, még a fizetéséből is levonnak, és akkor ezt megtorolják, És este pedig ugye, komor arccal bejelenti, hogy annyira súlyos ez a, ez a válsághelyzet, hogy, hogy hétfőtől akkor át kell térni az online oktatásra. Igen. De itt is valószínűleg az, lát, az, az derült ki, hogy megérezték, meg hogy itt a közhangulat ne, meg, olyan, nem gyorsan érezték, változik. nagyon pontos megmérték. Ta ez, ez, ami, na, Rogán se nézzük le, mert... Hát nem ta, én nagyon egy kedves kollégám mondta azt, hogy, 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 számára a legnagyobb csalódás, mert plusz-minusz pár évfolyamban a legtehetségesebb hallgatója volt. Most nem tudom, milyen szavakat ebben a műsorban szabad-e használni, de hogy elkurvult, az más kérdés. Értem. Um... A forradalom témához egy picit még visszatérnék, mert egy példát, hogy nem említettünk már a, a minták, hogy hogyan történik ez. Volt, volt szó Romániáról, volt szó Csehszlovákiáról, Magyarországról nem volt szó, és nekem beszélni mert az 1989-90-es mm. fordulat, hogy ott az esetben beszélhetünk forradalomról, hiszen az alapvetően egy elitek alkúja Igen. formálta ezt, bár volt Emlékszel utcai rész. Én Mondat, ezt akartam idézni, igen, a tetszettünk volna forradalmat csinálni. Ez nem volt egy cinikus megjegyzés nem, egyébként? Nem, Ez a létező legkevésbé volt cinikus. Ez pont azt mondta, hogy nem alkottátok meg azokat a jogi kereteket, amik engem feljogosítanának arra, hogy egészen radikális, radikális, lépéseket tegyek. Tehát ez kérdés. Kérdés például, hogy ezt a rengeteg felhalmozott vagyont, Mészáros Lőrincret például, amelyek nyilvánvalóan nem nem normál üzleti tevékenységgel halmozódtak föl, azokat hogyan lehet valahogyan mondjuk miten állami tulajdonba visszavenni. És ez forradalom nélkül nem lehet. Tehát egy demokratikus, ahol a magántulajdont védik a törvények, meg védik sok minden, ott ezt nem lehet megcsinálni. De azért mondtam én ezt, a, vagy, vagy, gondoltam erre, hogy egy, talán egy kicsit cinikus volt, bár én egyébként ahogy telik múlik az idő, én Antal József egyre szimpatikusabb személyiségnek érzékelem, különösen az utódokkal való összevetésben. Tehát, hogy egészen magasra emelkedik az ő személyisége, az én szememben legalábbis. Tehát, hogy azért mégiscsak az történt akkor, hogy, hogy a akkori Egyébként nyilván eredetileg különösebb társadalmi felhatalmazással nem rendelkező, nem rendelkező ellenzéki pártkezdeményezések. Ugye elfogadták azt, hogy akkor ők tárgyalásos úton Igen. rendezik ezt a kérdést Igen. az akkori hatalommal, az állampárttal. És nem az volt, hogy ők akkor a társadalomhoz fordultak volna, és azt mondaná, hogy mit akar a társadalom, én ezt megpróbálom képviselni, és ezzel az erővel a hátam mögött Egyetlen alkotozom. Egy ilyen volt a munkásőrség lefegyverzése. Igen. Azt nagyon akarta a társadalom de az abba bele is ment nagyon hamar a hatalom. De tulajdonképpen azzal elvesztette azt a, vázis, azt, azt, a, fegyveres hátterét, amivel egy forradalmat esetleg le tudott volna verni. Igen, de akkor, hogyha a rendszerváltás, mér, mér rendszerváltás mérlegre tesszük, akkor ugye azt szokták egyrészt mondani, hogy, és ez nyilván így van, hogy azért az egy nagy erény, hogy, hogy, nem, hogy vér nem folyt, talán egy pofon sem csattant el az egész mm. folyamat alatt. Legfeljebb verbális Igen. inzultusok voltak, bár azok sem különösebben. A ilyen megbékélés jegyében zajlott ez. Ugyanakkor azt is, az is elhangzott itt, hogy nem ment elég mélyre ez a folyamat. Tehát, mm. hogy, hogy ha ezt mérlegre tesszük, akkor melyik az erősebb? Tehát, hogy érdemes volt így alkut kötni, vagy lett volna lehetőség mélyebbre venni? Most ez egy, le, egy leágazás, de hát 30-valahány évet, mert ez az ügynök kérdés még mindig nincs rendezve, miközben hogy... más országokban ezen már rég túl túlvalak, uh -huh. már el is felejtették nálunk, meg valahogy még mindig előkerül mert, mert, mert tényleg nem lett rendezve. Szóval egy-két embernek, mondjuk Eszterházi Péternek ilyen saját lelki Igen. Vál, vagy Pokornyi Zoltánnak saját lelkiválsága lett. De, társadal, de sem minden... maga miatt, hanem a család a felmenői hát, igen, ilyet, igen, 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 de maga miatt is, hát végül is. Ja, nyilván csak <laughs> arról azért hogy nem tehet, igen. nem, de, de éppen akkor írta meg róla, a, harmonia igen, tehát, amit javítani kellett. Amit igen, javított, javított kiadás, meg kellett csinálnia. Tehát, nem persze, hogy mélyen érintette, de nem tudom igazából, tényleg nem tudom. Tehát itt most egy teljesen ismeretlen terepen vagyunk, nem ismerjük magunkat sem. Tehát érdekes mondani, a csehek vagy a románok jobban ismerik magukat. És ez még működött is. Nézd meg, például a román pedagógusok most három hét alatt harcolták ki azt, egy, pill egy, pill egy, pill egy, pill egy pillanat alatt, igen. amit a magyar pedagógusok két éve nem tudnak. Igen, meg hát Sőt, úgy úgy. láttuk, hogy Csehországban is mi történik ennek kapcsolatban. kapcsán. Majd erről fogunk még beszélni itt a pedagógus kérdésről hosszabban. Kicsit most más irányba terelném a beszélgetést, idéznék tőled, amit két éve az Indexnek mondtál, ez összefüggett akkor a koronavírus járványjal, hogy valójában mindannyian átlagisztánban szeretünk élni, átlagisztánban a dolgok kiszámíthatóak és a kockázatok kézben tarthatók. Na most a, a járvány elmúlt, vagy reméljük, hogy végleg elmúlt azóta, de ha Magyarországra gondolok, akkor, akkor mint ma sem egy ilyen átlagisztánban élnénk, hanem itt elég sok különlegesség van. Elég, hogy csak arra gondolok, hogy, hogy folyamatosan rendkívüli jogrendben élünk, folyamatosan veszélyhelyzetben hát és vagyunk. És se Észre sem hogy most már két éve vagy mennyi ideje egyfolytában különleges jogrend van, és rendeleti kormányzás. És ez miért jó a hatalomnak, hiszen a hatalomnak kényelmes, eh, kényelmes de hát nem, nem elég kényelem az, hogy a parlamentben megvan a kétharmados többség, ami gyakorlatilag eh, hát tejhatalmat ad eh, az itthoni folyamatok formálására. Mi szükség van arra, hogy gyakorlatilag még ezt a parlamenti kétharmadot is megkerülve eh, rendeletekkel eh, kormányozzon. Praktikusok ennek nem lehet? De az, hogy tudsz, hogy hol lakik az Úristen. Csakkelni. De hát ha tudja az ember, hogy hol van a kétharmad, de nem, is tudjuk. A kétharmad az egy pillanat alatt felbomolhat, megvadul három-négy ember, vagy megbetegszik, és már is nincs meg a kétharmad. Szóval az, az, az így nem egy eléggé stabil dolog most már ezeknek. Tehát ez a túlbiztosítása Igen, a rendszernek? Igen, és az embereket az nem zavarja, hogy, hogy, vagy miért nem zavarja, hogy azért ez bizonyos dolgokkal jár ez a rendeleti kormányzás. Például azzal, hogy, hogy igazából Magyarországon jogbiztonság nincsen. Ugye ezen a héten például a parlament, nem is tudom, valami 30-valahány törvény fog itt gyorsan megtárgyalni, elfogadni folyamatosan ilyen saláta törvények készülnek, amiben, amiben valahol el van rejtve valami kis kellemetlen törvénymódosítás, ami utólag derül ki, hogy ez nem tudom én akár egy egész lakossági csoportok élethelyzetét meghatározza, vagy iparágak sorsát dönti De. el. Vagy akár egy-két mészáros lőrinc lántagnak írtelen, nagy vagy. Tehát ugye ilyen helyzetben nagyon nehéz mondjuk akár egy vállalkozónak hosszú távra terveznie. Persze. Ez nagyon nehéz az, az állampolgárnak is abba is terveznie, hogy ez, ez miért nem zavarja az embereket? Azt tudtuk mondani, hogy az egyik legfőbb igényünk az a biztonság iránti igény, és szerintem ez is része a biztonságnak, hogy kiszámítható viszonyok legyenek. Nem, nem, nem megyünk ilyen mélyre. Egyelőre, egyelőre az Orbán, az Orbán rendszer nagyon stabilan, kiszámíthatóan életszínvonal javulást hozott. Most más kérdés, hogy ez az EU pénzéből mennyire, tehát most hirtelen a tanárokat nem tudják kifizetni, azt az nem bírná el a költségvetés, hát micsoda költségvetés az, amelyik nem bírja el az, hogy, a, az, hogy egy, egy, alapvető szakma az, az, az ennyire ne legyen megfizetve. Igen. Most más kérdés, hogy a tanárok is megérik a pénzüket sok szempontból, most már szondom. mert hát most például látjuk ezt a Elfogy a levegő című filmet, Ez, tehát a szituáció nagyjából ugyanaz Romániában, mint Magyarországon. A, a, a tanári szoba hangulatában alig van különbség. A seggfejben, aki, 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 aki feljelenti a tanárnőt, azért, mert egy filmet megnézetett, abban sincsen különbség. Amiben van különbség az mégis az, hogy hogy ott azért belállt 130 ezer tanár a sztrájkba, és népesség arányosan az nagyjából azt jelenti, hogy ezekről 9 ezer magyar volt. Tehát nem arról az, hogy Igen. a magyar nem tud így sztrájkolni, Igen. tud. Hát ha a romániai, erdélyi magyar tud, akkor a, akkor a magyar, a magyar is tud. Tehát nem erről van szó, hanem erről, hogy, hogy tulajdonképpen... Ez is valahogy nagyon jól lett kiszámolva, hogy mennyit lehet még ellopni úgy, hogy mindenki úgy érez, hogy egy kicsit gazdagabb lett. És ebből látszik, hogy az a rendszer, amit szidunk, ez a nyugati Igen. rendszer, ez a nyugati gazdaság meg társadalom, ez ennyire stabil, mert felét el lehet lopni, és még mindig úgy érzi mindenki, hogy egy kicsit gazdagabb lett. És most is úgy érzi? Hiszen ami az, az a Lassú, de egyértelmű folyamatos gyarapodás az valóban ö, létezett. Egyébként a rendszer jelentős részeben is mondjuk 20 évig megvolt ez, ez. mondjuk volt az 58, 78 között ez, ez ugye kimutathatóan jelen volt, és mondjuk a 2010-es évek elejétől 2020-ig a járványig ez, a, ez, a, ez, ez nagyjából folyamatos volt, és ennek nyilván mm. a politikai hasznát is lefölözte a Fidesz a választásokon. Igen. De ez azért most megszűnt, különösen 2022 a választás óta megszűnt, hiszen az infláció számait tudjuk, igaz, hogy most valamelyes csökkent, de Európában összehasonlítása mindig nagyon magas. A magyar infláció, a reálbérek csökkentek, az is látszik az adatokból, tehát hogy az, hogy a kiskereskedelmi forgalom ilyen jelentősen csökken, az azt jelenti, hogy az emberek kevesebbet tudnak költeni, tehát hogy a, vagy, vagy felélik a megtakarításaikat, vagy a miniszterelnök szerint inkább csak spórolnak illetve hogy befektetnek. Hogy mibe? Állampapír például. Persze. Tehát, hogy most azért azt gondolom, hogy tömegek nem azt élik meg, hogy gyalapodnak, hanem hogy most azért, azért, azért az utóbbi egy-két évben kifejezetten romlott a pozíciók, pozíciójuk, és mégsem érezni azt, hogy a közhangulat megváltozna. Ez, ez miért azért, van? Azért, mert még mindig jobb, mint tíz éve volt, tehát nem, egy ilyen kis hullámzást nem ezeket érzékeljük. Azt érzékeljük, hogy úgy hogy úgy ebbe a kormányzatba nagyjából egyre jobban éltünk. De még most is nézd meg, a, a, a kocsmák, az éttermek teli vannak. A, tehát szóval nem arról van szó, hogy az emberek annyira legatyásodtak, mint amennyire az infláció indokoltá tenni. hanem arról van szó, hogy még mindig, jobb, még mindig. Nagyon sokan jobban élnek, és akik rosszul élnek, azok is jobban élnek, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt. Tehát az ember nem arra emlékszik, hát jó, tavaly volt egy jó évem, akkor dözöltünk, de még mindig jobban élek, mint tíz éve. És emlékszel, még a Fidesznek se jött be az a plakát a kampány, hogy rosszabbul élünk, mint négy éve, mert nem éltek rosszabbul az emberek. Jobban se, de rosszabbul se. Illetve ott, ott, volt, hogy ez a 2002 és 2006 közötti időszak volt, aminek az elején volt egy egy, 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 nagy, nagy jóléti intézkedés csomag, ugye, ami Mérgesi Péter nevéhez. Ez Ez ami igaz, hogy a gazdaságot aztán később hátrányosan érintette, de mi az emberek ezt annyira nem érzékelték. nem, és, a, és amíg lecseng, akkor még a lecsengés után is egy kicsit jobban álltak, mint előtte. Ezt érezték, most is ezt érzik. Tehát 5-10 év már elég lehet ahhoz, hogy, hogy, az, hogy az történjen, mint a Fradi szurkolótáborral, tehát, hogy egy ilyen nagy pofon, de egy ilyen nagy pofon kell. Tehát akkor az, amit most mondjuk sokan mondjuk megélhetési válságnak neveznek meg, hasonló, akkor ebben nincs olyan politikai potenciál, amit az ellenzék ki tudna használni arra, hogy... Mert sokan azt mondják, hogy az ellenzéknek nem ilyen szimbolikus, meg ideológikus ügyekkel kellene foglalkozni, hanem az emberek minden problémáival. És hát most ilyenkor nyugodtan mondhatná, hogy, hogy hát mondja is, hogy az infláció az milyen magas, hogy a megélhetési költségek hogy megnövekedtek, hogy az átlagfogyasztás felett, aki abba beesik abba a sába, és ezek nem feltétlenül csak gazdag emberek, ugye jelentősen jó sokkal többet kell fizetni ugye a, a gázért, elsősorban a gázért, meg a villanyért is. Tehát, hogy ez, ez, ez akkor még egy politikailag kezelhető probléma a Fidesz számára. Kezelhető, és... Szóval, na, Nézd meg az például, hogy ezekben az országokban, amiről beszéltünk, uh -huh. amikről beszéltünk, Csehországban, Romániában, de Szlovákiában is ültettek le politikust Igen. mindegyikbe, mert nagy disznóság miatt. Most azért nagy disznóságban mi se, vagyunk, mert mi se vagyunk hiányába, de az ellenzék ennyire, vagy töketlen, vagy nem meg van alkudva, nem tudom. De a kettő közül valamelyik, hogy valahogy Magyarországon a legnagyobb, még a, Völner meg Sádl őket sem sikerült elítélte, elítélni. Jó esély van arra, hogy néhány év kellemetlen év után szabadlábon távoznak. Igen. És sorolhatok még néhány ilyen nagyon nagy disznóságot, ami, amire tényleg készen áll az, 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 az Európai Ügy Ügyészségnél, ott van minden. Hát azért nem csatlakozunk hozzá. Tehát. Valóban nehéz olyan neveket felsorolni, akik, akik, akik ténylegesen... Volt egy képviselő, ez a Mennyi Roland például, aki, akit, mm. akit ugye el is ítéltek, de e, valóban, tehát azért emblematikus ügyekben is azért kevés e, ügyet vittek el odáig, hogy ténylegesen. De azért ez, ez korábban is így volt, tehát e, én nem emlékszem arra, hogy nagy ügyek voltak, ugye a hon kormány idején is, aztán később a egyesült mm. Gyurcsány kormány idején is, de azért az, hogy bizonyos szint fölött mondjuk politikusok, mondjuk letöltendő műtőműtőt is kapjanak, azért ez Magyarországon nem jellemző. Igen. És valószínűleg nem azért nem jellemző, mert ugye a hótiszták is ártatlanok, hanem valami fajta más foka van ennek. Tudjuk, hogy nem. Hát ha másról nem, akkor a hatházi a jelentéseiből tudjuk. Szóval nem valahogy ez, szóval ezt jó, ezt ügyesen csinálja az Orbán, és ehhez partner az ellenzéke is. Igen, abban az interjúban is kifejezetten negatív véleményt fogalmaztál meg ugye, a Gyurcsány ferenc kapcsolatban, hogy az ő pártja szerinted a rendszernek a része, és hogy amíg ő a színen van, addig, addig, addig az egy nagyon kellemes pozíció a Fidesz számára, mert hogyha egy ilyen mérkőzéssel leegyszerűsítjük a választást, akkor ugye a tapasztalat az, hogy még mindig Orbán Viktor kerül ki ebből győztesen. De tud hát látszik, hogy lehet, hogy sokan így gondolják Magyarországon, de egy valaki biztos nem gondolja ez Gyurcsány Ferenc, és amíg ő ezt nem így gondolja, addig ez a helyzet nem nagyon fog változni. Igen. És akkor erre megint csak kérdezem, hogy mi a megoldás, Igen. hogy erre is akkor egy ilyen fordalmi ö, változás Igen. lehet, szóval, hát, hogy Orbán amikor és egyszer, amikor, egy, egyszerre, együtt... amikor egyszerre valahogy mit tegyen, 100 ezer ember azt mondja, és ki is megy az utcára, hogy egyik sem, tűnés, Hát ott ezt, már olyan párt, amelyik azt, mondja, hogy se Orbán, se egy Nem, hogy volt már ilyen párt. Ne viccel, meg az ellenzéki előválasztást. Igen. Azt én, a, a, ott van egy ilyen városi legenda, amit a DK terjeszt, hogy meghekkelte a Fidesz. Állítom, hogy nem hekkelte, meg ez szűkebb szakmám, hogy az és ilyesmit észre tudom. Szóval tudok gyadus jeleket találni adatokba, és a, elővá... nem azt látom, hogy egy darab se volt, Igen. de az, hogy jelentős nem volt, azt állítom. Tehát, hogy Szóval nem tudom miért, ebben nem látok bele, lehet, hogy azért, mert nem, 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 akartak, lehet, hogy azért, mert nem tartották érdemesnek rá, de az előválasztáson gyakorlatilag arra szavaztak az ellenzéki szavazók, most higgyük el, hogy tényleg igen, ők, igen. arra szavaztak, hogy Gyurcsány tűnjön el, tehát nem Gyurcsány legyen. Igen, Illet kizaj Péter, ugye? egy... Most mindegy, hogy igen. ki. A, 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 a legelfogadhatóbb az, aki egyértelműen nem gyúlsány azok közül. Lehet, hogy ez karácsony lett volna, de. Igen, De, De ő, ő, ő hivatalban levő politikusként vesztett volna. Igen. Na no, de ez azt is jelenti, hogy, hogy ez egy érv a, a DK-sok számára arra, hogy hogy igen, most akkor Gyurcsány Ferenc, ha nem is nélkül, de nem Gyurcsány Ferenc vezetésével, illetve Dobrev Klára vezetésével próbálkozott az ellenzék 2022-ben, és lám olyan eredmény született, ami egyébként a korábbi választási eredményekhez képest is nagyon vereség volt az ellenzék számára. Na igen, de emlékszem arra, amikor Gyurcsány Ferenc személyesen kiállt, és amikor kiderült az előválasztás eredménye, igen. még hármat se voltak akas egyet se, abban a pillanatban árulta el a megállapodást. Tehát, hogy akkor a győztes lesz a ellenzék közös jelöltje. Igen, hogy majd És a, parla a mindenki... parlament fog dönteni igen, a miniszterelnök személy, ami közjogilag persze igaz, csak... Jó, csak, csak éppen felrúgása minden, minden szokásrögnak. Igen, igen. Ebben az interjúban, még mindig akkor erről beszélek, hogy visszatérlek, hogy rendkívül megengedően beszéltél arról, hogy a politikusok hogyan változtatják az elveiket. Itt megint csak Orbán Viktor kapcsán vetődött fel ez. Tehát ez tényleg egy normális dolog, hogy valaki e, ugye volt liberális politikus, most ugye illiberálisnak e, hívja magát. Akkor itt fel az orosz e, téma, hogy a 2000-es évek végén én nem, talán nem túlzás, ha azt mondom, hogy kivéletlen russzofób e, politikát vitt Orbán Viktor, és ugye minden rossz, ami Putyintól jön, vagy Igen. keletről jön. Most egy kicsit, hát bizonyos értelem az ellentetjét látjuk ennek, hogyha ez, ez, ez normális, ez nem felróható egy politikusnak, azt mondott, hogy az elvek azok ilyen csapodás, természetű Igen. dolgok. Az, 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 nem azt üzeni, hogy hogy, 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 minden elv és minden érték relativizálódik? Nem. Ez, ezt, nem ezt nem mondom. Ezt, ezt már én teszem, hogy ez nem Igen. azt üzeni -e ez a, ez a, ez a megengedő magatartás. Nyilván mindenkinek az élet útjában van olyan, hogy, hogy, a tapasztalat révén ugye megváltoztatja a véleményét, de azért itt nem biztos, hogy pusztán a tapasztalatról van szó, hanem mondjuk olyan Na, kalkuláció. Jó, egy, van ilyen, van ilyen mendemonda is a városban, hogy mit te mivel zsarolja Putyin Orbánt, még ezt is el tudom képzelni, mert ta, egyszerűen a testbeszédéből, a viselkedéséből nem, nem, tartom kizártnak, de még ha nem is zsarolja semmivel, nem tudom, szóval azért a KGB-nek, vagy a KGB utódjainak az archívumait ne nézzük le, tehát ott onnan előkerülhetnek olyasmik, amit még talán a leg, leg hűségesebb Fidesz szavazóknak is megfeküdné a gyomrát. Nem tudom, szóval ezek, ezek, ezek mendemondák. Igen. De még ez is lehet. De minden esetre az viszont tény, hogy, hogy én nem várom el egy politikustól, hogy elfű legyen teljesen, főleg, hogyha azokról elvekről bebizonyosodott, hogy nem működnek. Tehát én ismerek nagyon sok tisztességes kommunistát is. Tehát olyan embert, aki hithű kommunista volt, és, és aztán egyről vagy utóbb kiábrándult belőle. Igen, csak az nem mindegy, hogy valaki mondjuk amikor a rendszer delelője volt, akkor jött rá, hogy ez nem jó, és akkor vállalta ennek a következményeit. Mondjuk 89-ben azért már nem volt akkor a mutatvány azt mondani, hogy akkor tulajdonképpen ez én nem jó, is jó. 89-ben már nem volt akkor a mutatvány. Ismerek olyat is, mondjuk apámat, aki 49-ben ábrándult ki a rajpert, már nem vette be Igen. a gyomra, miközben hát előtte hazajött, mint a családját nagyjából kiirtották, hát valóban tartozni Igen. kellett. Tartozott a kommunistákhoz, mert ott látott. Pesgést, de 49-ben. És van akit is, meg, aki 89-ben kezdett el gyanakodni, hogy itt valami nem stimmel. Hát végülis a hit az igen, az igen, már igen. csak igen. Ilyen. Olyan, olyan sok új információ is érhette, amit valamiért nem látott, vagy nem akart látni addig, igen. amelyek ugye átformálták a gondolkodását, tehát, tehát ilyen ez is a... létezik. Ilyen is létezik, de olyan is. Lé... Tehát önmagában az, hogy egy politikus esetleg más mond most, mint mondjuk 10 éve vagy 20 éve, az szerintem hozzátartozik a szakmájához. Kénysz mondta ezt egyszer, amikor rossz, a, a hogy hát, hát amikor valami korábbi kijelentésével szembesítették, hogy hát uraim, ha engem meggyőznek arról, hogy valamit tévedtem, akkor megváltoztatom a véleményem, mi maga mit tesz. Igen, de, az, de ez mondjuk azt is jelenti, hogy valaki azért reflektál a saját útjára, vagy a változásaira. Tehát a politikusoknál azért nem nagyon látok olyat, hogy valaki azt mondta volna, hogy egyszerűen a fejéhez kap, és hogy hú, hát nagyon tévedtem ebben, és akkor én most innentől kezdve ez, ezt más gondolok. Ezt azért nem teszik, mert, mert ezzel, a, ezzel a nimbuszuk uh, kerülne veszélybe, vagy... Nem ilyenek. Tehát, na, egy-két ilyen... És ez nem csak Orbán Viktor ilyen, a politikusok általában ilyenek, tehát ez most nem róla beszélünk. Igen. igen. Hát valószínűleg ez a szakmához hozzátartozik, hogy ilyenek. Tehát, és az mi elfogadjuk az, őket ilyennek? Persze, de el is választom. kell fogadni. Ez ugyanaz, mint egy pap legyen hívő. Tehát szóval egy papba is legyenek kételjek abba, hogy Isten így vagy úgy, de attól még alapvetően legyen hívő, a hithez hozzátartozik a kételj. Tehát ugyanez, hogy egy politikus az akarja a hatalmat, az ellen nekem semmi kifogásom nincs, sőt. Tehát Sőt, aki, nem akar, aki igazából igen, igen. Nem akar, a ha hatalmat azt szeretném ilyen ott látni, de sajnos alkalmatlan lenne rá. Igen. Hát előlekem viszont a, a Fidesz jut eszembe, amely egy olyan párt, ahol szemben láthatóan az egy elfogadott tézis, hogy hogy vagy gyakorlat, hogy ott egy ember akarhatja a hatalmat. A, a, a többiek azok nem a pozícióra törnek, hanem hanem igazából megfelelni akarnak, vagy jó pontokat akarnak szerez, szerezni. Ne, a azért nem, azért nem ennyire a... egyszerű. Nem ennyire egyszerű. Nem egyszerű. egyszerű. Mindenki hatalmat akar, annyit, ha Csak nem mutatja. De mutatja is, hogy nem mutatná. Lázár János nem mutatná. Ő, hát talán ő a kivétel. A Logán nem mutatná, mindenki mutatja. Még Kósa Lajos is mutatja, de mennyire de bármelyikükről is el tudjuk képzelni azt, hogyha most mondjuk előfordulna egy olyan szituáció, hogy akár azért, amiről itt beszéltél, hogy mik derülnek ki, bár ugye ezek a, ugye a városi legendák, meg, meg, meg a mibe hiszünk, de. az egy dolog, nyilván egy más dolog, hogy mi az, amit bizonyítható, Igen. vagy mi az, amit ténylegesen e, meg is történt, és, és bizonyítható, dokumentálható, de akármilyen okból e, meginogna a hatalma, akkor ezek közül a felsorolt emberek közül bárkül is el lehet képzelni, hogy át tudná venni Orbán Viktornak a helyét? Szinte akármelyik őjük. És ez azt is jelenti, hogy akkor ez a rendszer akkor is fennmaradna, nyilván nem mindegy, hogy hogy történik meg ez a váltás. Nem, nem mindegy, ő... hogy hogy történik meg, nem mindegy, hogy, hogy ő maga valójában mit gondol. Nem tudjuk, hogy ezek a emberek mit gondolnak. Én azért még Lázár Jánosnak se hiszem el, hogy megy a vécsi favorit negyedbe és azt mondja, hogy itt milyen szörnyű a közbiztonság. Igen. Hát én laktam ott egy darabig, tehát tudom, hogy Tényleg, ha az ember nem akar török meg arra barcokat látni, akkor ne ott lakjon, de annál ők nagyon vigyáznak ott a biztonságra, a saját érdekükbe, mert hogy itt rend legyen. Tehát ott lehet, hogy lehet, ha valami nagy disznóság van, akkor saria, érvényesül, de nincs nagy disznóság, mert azt megakadályozzák. Igen, de akkor azt is jelenti, hogy. Orbán Viktor nem pótolhatatlan ebben a rendszerben sem. Tehát, nem hogy akár, akár, valaki más is beülne a helyére, és ebbe a hatalmi konstellációba ezt kézbe tudná ha, tartani. Ha nem nagyon bén, akkor igen. És nem lenne az, hogy, hogy, az eddig elfolytott ambíciók így egyszerre, nyilván akkor sok helyről felszíre tehát... Hát ez, egy kicsit ilyen elményezéki Ez most jelent, merő elmélet, kétségkívül. De én inkább vágyálom, mint elmélet. Igen. Nem hiszem. Lehet, hogy lejátszanák valahogy a meccset, de azt pillanatok alatt lemecselnék, hogy na, akkor most melyikünkként hosszabb. Igen, igen. Még itt az elvek változására, vagy megváltoztatására visszatérnék egy kicsit, hogy azt is látjuk, hogy a szavazók egy része, lényegében vakon követ minden ilyen, ilyen fordulatot Varga Mert Nem azt mondom, hogy mindenki, de azt mondom, hogy a szavazók egy része. De hogy az miért van, hogy Ekközben azt se veszi észre, amikor ami nagyon megváltozik. Tehát itt van például a migrációnak a kérdése. Ugye a Fidesznek ugye nagyon világos volt az álláspontja, hivatalosan ma is nagyon világos. A migráció rossz. Pont. És ehhez képest azt látjuk, hogy most már ez, ez, úgy módosult, hogy hozzáteszik, hogy az illegális migráció rossz. Tehát az illegális migráció azért illegális, mert valószínűleg mindenki szerint rossz. Tehát uh -huh. azok szerint is rossz, akik Fidesz uh, más mond. No de most látjuk ezeket, a, vagy tudjuk, hogy ugye tömegével érkeznek, már, már érkeztek is ide vendégmunkások Magyarországra, ami mégiscsak ami, ők is migránsok. Ez is a migrációnak a része, amit ráadásul a kormány bizonyos értelemben szervez, tömegesen szervez egy betelepítést, és Jó. a választók ezt e vagy elfogadják, vagy talán észre sem veszik ezt, én jól látom? Hát észre sem veszik, mert De most azért még egyelőre még többé-kevésbé keresztényeket telepít be a, 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 kormány. Egyet a filipinokat. például igen. az, az egy keresztény ország. Tehát Szóval muszlimokat például még egyelőre nem, nem, kény, nem kényszerült betelepíteni. Igen. És egyébként... Majd azokkal is megbékélnénk egyébként, szóval... Ez, ez, ez egy normális folyamat? Tehát, hogy ez egyébként egyetértesz, hogy ezzel együtt lehet élni egy országnak, hogy, hogy nagy tömegben érkeznek ide vendégmunkások. Most a kormány azt mondja, hogy persze majd szigorúan szabályozza, hogy hogyan, de hát tudjuk, hogy Nyugaton is körülbelül így kezdődött ez a folyamat, hogy kifejezetten munkavállalási célral Na, várj, érkeztek. Várjál, nyugaton olyan szörnyű a helyzet tényleg, mint ahogy a kormány ábrázolja. Hát ő nagyon szörnyűnek ábrázolja, Igen. az biztos. Tehát nyilván van benne túlzás, Nem de, tudom, azért jártál kevese, de azért. Az... jártál mostanában. Viszonylag keveset, de azt hogy látom a hírekből, hogy most a gázai konfliktus miatt azért az nyilván egy probléma, hogy, hogy, hogy tömegek tüntetnek a lényegében láttam egy ott, Láttam mellett. ott az onnan áll és arkán ott laktam. Igen. Tehát láttam, 2000 muszlim tüntetett. Hát Londonban azért nagyon volt a tömeg. Ott se olyan nagyon, nagyon nagy. nagy. Han, igen, se olyan nagyon nagy, de Németországban ez, hogy, hogy, hogy ez, önmagában óriási portfert föl. Igen. Tehát, Tehát akkor te nem érzed azt, hogy a, a, a nyugati társadalomban ez a, ez, a, ez a, párhuzamos társadalom probléma, ez, ez Ugyan ilyen be? szörnyű. Nem, őt, nem, nem te, de azt érzem, hogy tényleg az probléma, hogy ellen, el, tudjuk-e szóval tudjuk -e venni Oroszország Hadipar, hadianyag termelésével a versenyt. Uhum. Ez probléma, mert az nagyon sokba kerül, és Oroszországban nem számít, mert, mert ha a GDP 70%-át költik, akkor, si, akkor, se, akkor se inog meg Putyinnak a hatalma. Nyugat-Európában a 10%-ra felemelnék már meg inogna. Igen. Zá, ilyen értelemben valóban labilisabb, de hát egy, egész, egy picit még maradnék egy egész videója itt az elvek kérdésénél, hogy itt van például az ellenzék. E, itt most akinek nem ne vegye magára, ugyanakkor ellenzékről beszélünk, akkor mindig hozzá kell tenni, hogy éppen most konkrétan kikre gondolunk, mert ugye elég tagolt e, társaságról van szó. De e, azért azt látom, hogy, hogy az ellenzék bizonyos értelemben most itt a vendégmunkások kapcsán, mint hogyha a Fidesz propagandát megpróbálna a saját becsatornázni a saját érdekeibe, hogy egy kis ilyen idegen ellenes retorika is megjelenik itt e tekintetben. És azért, azért vannak helyi közösségek, amelyek ugye már, már most élesen reagáltak arra, hogy találkoztak itt betelepülőkkel, hogy, hogy, hogy ez akkor egy elítélendő dolog szerintet, hogyha az ellenzék bizonyos értelemben átvéve a Fidesz retorikáját ilyen, ilyen alapon támadja ezt a folyamatot? De először is a Fidesznek sem biztos, hogy semmibe sincs igaza. Igen. Van, amiben igaza van. Na a nagy számok törvény alapján Na, mindenképpen. Mi? A nagy számok törvény alapján biztos, hogy igaza persze, van. Persze, hogy van, de egy minden csomó minden, szó azért nem arról van szó, hogy itt most aljas gonosz emberek szándékosan szétrombolják az országot. Nem erről van szó, azért a Fidesz esetében egyáltalán nem. Tehát Persze, hogy egy csomó mindenben igazuk van, most mit mondjon erre az, az ellenzék, amiben igazuk van? Egy normális országban azt mondja, hogy jó, jó, nem erről viselkedünk, mert ez nem kérdés. Itt viszont. De nem ezt mondja az ellenzék. Nem ezt mondja, mert az ellenzék ugyanúgy része a rendszernek, tehát, tehát beáll mögé. Mutatná hát, azt is, hogy láb nekünk volt igazunk ebben a vitában. Ö... Vagy mondhatná azt is, hogy ne ez, ez nem téma, persze, hogy igen. Az, az se téma, hogy levegőt venni kell. Akárki, akárki a miniszterelnök levegőt venni kell. Igen, és akkor az a, annak a mondjuk Fideszes szlogennek az elővétele sem szerencsés, hogy ugye jó pár évvel ezelőtt volt, hogy ha Magyarországra jössz, akkor nem veheted el a magyarok munkáját. Most azért itt a vendégmunkások esetében azért elég furán hangzik ez a, ez a kijelentés, nem? Persze. De hát kiemlés, egyrészt kiemlékszik rá, másrészt, szóval, másrészt az, az annak a pillanatnak szólt. Szóval Igazából nekem ez a nagy bajom ezzel a rendszerrel, amiben élek, hogy minden ennek a pillanatnak szól. Igen. Tehát tehát nincsen semmi olyan, ami, amire azt mondom, hogy ez holnap is érvényes lesz. Orbán Viktorba egy mondatát nem tudom úgy venni, hogy ez holnap is érvényes lesz. Bármelyiket, a köcsei beszédét úgy, ahogy van, végignézed, Igen. egyetlen egy mondata nincsen, amire mernék mondjuk... 100 forintba fogadni, hogy holnap is ezt fogja, egy év múlva is ezt fogja mondani. Bármelyik mondatát azonnal visszafordítható, és ezzel beérjük. Igen, de ez szemmáltatóan az öt híveit egyáltalán nem zavarja. Tehát, és az ellenzékét ezt, ezt, ezt sem. Az ellenzék is ilyen rövid távba gondolkodik kizárólag akkor Magyarországon? Tehát, hogy ők is a pillanatot akarják uralni, csak ők rosszabbul csinálják. Igen, akkor. igen, bénábbak. Igen. Uh, már utaltam rá, hogy... Sőt, ja, bocs. Nem, 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 Na, nem, nem, nem. nekem Bödöcs ilyen szempontból, ked sok szempontból kedvencem, mert az tényleg egy, szal, egy nagy humorista. Amikor elkezdtem Demeter valamelyik, vagy nem, nem tudom, valamelyik Fideszes, nem. ezen cseszegező, hogy miért csak a kormánypártal viccelődik. Ő már egy évvel előtte pont választ adott erre, csak annyit mondott, hogy hát kérdezik tőlem időnként, hogy miért csak a kormánypárttal viccelődök. Hát ugyanazért, amiért a paralimpikonokkal nem viccelődik az ember. Hát ez lesújtó, és ez tulajdonképpen ennyi mondani valója van a ország legjobb humoristának, jának az ellenzékről, miközben ő ugyanúgy este nekik, hogyha, őket le, hogyha ha nem, ez, ha nem, lenne egy ilyen szempontja, hogy hát paralimpikonokkal már mégse viccelődünk. És akkor te nem is látsz a szintéren olyan ellenzéki politikust, ellenzéki szervetet, vagy akár nem is pártot, hanem valamilyen mozgalom amiből kinőhetne valami olyasmi, vagy olyas valaki felemelkedne ennek révén, aki akár mondjuk kihívója lehetne Orbán Vittónak. Itt említetted, hogy valamelyes szimpátiával szemléled a Momentumnak a Igen. tevékenységét, de azért ezen a relatívnak éreztem ezt, tehát hogy, hogy talán ebből a kínálatból talán ők a legjobbak, de hogy azért belülük is bizonyos erő hiányzik. Tehát akkor jelen pillanatban nincs olyan, aki, akiben ez a perspektíva benne lehetne, hogy, 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 átformálja a magyar közéletet? Nem látok ilyet most. Szóval Dunát, annát nem látom eléggé nagy, szóval nagyívűnek. Egyáltalán momentumban nem látok elég nagy ívű embert jelenleg. Bármikor felbukkanhat egy. Szó. Szóval, és akkor az, az szóval üdítő lesz. Azonnal fogod hallani a hangján, hogy más a hangja. Szóval, Igen, más nyelven beszél, fejükön másképp tapad a hajszal. Igen, de akkor jelen pillanatban ilyet, ilyet nem látni. Jelen Tehát pillanatban... akik most a színen vannak, ők biztosan nem ilyenek. Én nem látok közülük még csirájába se ilyet. Azt is mondhatod, hogy az ellenzékel az a probléma, az az egyik probléma, hogy hogy meg a baloldalnak, hogy nincsen olyan üzenete, amely, amit egy falusi kocsmába is jól lehet képviselni, jól lehet megfogalmazni. Na most én azért arra gondolok, hogy, hogy, hogy akár csak a DK-ra, de másokra is, hogy azért ilyen leegyszerűsítő üzenetei vannak az ellenzéknek, tehát hogy amiket nem veszedünk akár populistának is, tehát hogy a, a Fidesz lop, meg hogy fizessenek a gazdagok, fizessenek a milliárdosok, ezek végül is elég egyszerű üzenetek, ezeket lehet mondani a kocsmában. Miért nem. nem működik akkor mégsem ez? Azért, mert, mert arra a válasz az, hogy, hogy nem mindegy, hogy melyik lop. Ennyi? Igen. És akkor mi lenne az az egyszerű üzenet, amit az ellenzék meg tudna fogalmazni, és, 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 és hatna is az emberekre? Tehát azt mondanák, hogy na, ez nyilván nem vagy politikai tanácsadó, na, meg marketing egyrészt, szakember. Még ha még az lennék, akkor sem mondanám így egy rádió műsorban, mert akkor megbízomnak mondanám, de... De, igen. de de lenne olyan? Tehát, hogyha az ember tud, gondolkodna rajta, biztos, akkor olyan. találnánk. Biztos, hogy találnánk biztos, hogy lehetne találni, nem is akarnak találni, mert jó ez így nekik. Tehát szóval nekem ez a bajom itt, hogy, hogy beleépült. Tehát Orbán Viktor bizonyos értelemben egyesítette az országot, ami a nagy államférfiaknak a, a, jellemzője, ugye, hogy tényleg tudnak egy olyan konszenzust kialakítani, ami mögött mindenki, meg másokból, de nagyjából feláll. Most úgy tűnik, hogy, a, hogy például az ellenzéki előválasztás szavazóinak ebből volt elege. Igen. Tehát ezért nem tudott nyerni a legokosabb közülük Dobrev Klára. Mert számomra nem kérdés, hogy ő a legokosabb, csak van egy férje. Igen. Azt is mondta ebben az interjúban, és egy nagyon erőteljes kijelentés volt, hogy a Fidesz Mondjuk agresszív kommunikációval szemben fel kell venni a kesztyűt. Ez is volt az interjú címe, hogy fel kell venni a kesztyűt. És te arra, arra gondoltál, hogy, az interjút végül így. Hogy, hogy hogy a durva kommunikáció, amit folytat, arra, arra hasonló durvasággal kell válaszolni. Volt is egy példa, egy saját, saját, ügy, hogy valaki ugye libernyálkozott, és akkor ott valami fitkány volt a válasz Igen. erre, és hogy ezt ő nagyon kikérte magának, és ugye a kérdés az, hogy hát végül is melyik a durvább jelző a másikra, hogy egyébként ezt pszichológusként is hiszel ebben, hogy ez működhet, ez a módszer. Tehát, hogy a, Nem eh... az a baj, hogy működhet, ez, az a, módszer, ez a módszer ellenszenves, és, és, nagyon sok szép lelkű baloldalit taszít, csak éppen nem látok mást és akkor ezt, ezt akár meg is lehet hirdetni ilyen programszerűen, hogy, hogy nem tudom, ez az, amilyen az Agyon Isten, olyan a fogadj Isten. Csak ez, hát, ez, nem vezethet egy... Tehát, hogy most is arra panaszkodunk, hogy nagyon durva a közélet, hogy... Nem, most nem durva a közélet, most ímes tojásként bánunk egymással. Igazából, Valóban? igen. Hát én azért, ha olvasgatok mondjuk pulzisztikákat, meg, meg most... Bajer nem is akarok... Zoltolt, más nem. Hát azért ő, ő, ő egy, szerintem egy bizonyos értelemben iskolát teremtett azért azon az oldalon. Ah, ahol. Hát a mondjál saját miért, oldalán. Mondjál még ilyet. Hát ilyen, olyan szintűt nem tudok mondani, aki... Aki, hát akkor aki, viszont, aki, aki, akkor, nem egy iskolát így így teremtett, hanem... Hát vannak ilyen epigonok, de csak, mi, csak, mi, ő, ők, ilyen, ők, mindig rosszabbak, mint ők. Mi gyengébbek. Na most, sajnos Bajer Zoltán nem lehet másképpen tárgyalni, mint hasonló hangnemben. És ez sajnos el kell vállalni a leg... leg választékosabb, legkifinomultabb orgánumnak is, hogy ha az egyik ilyen, akkor a másiknak is ilyennek kell lenni. Amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. És most az erejük tudatában nincs halkult, nem alkusznak. Nem, nem, talán nem láttad ezt a sztorit, amit én a Szent, Szent, András Istvántól hallottam. A, a mesél, nem mondjam el? Mert... Persze, persze, igen. Hát ez egy, egy cigányfestő, zseniális, Igen. tényleg nagy, nemrég halt meg egyébként, Kossuth Díaz, stb., tehát még el is ismerték egy idő után. No. Ő mesélte, hogy a szomszédjuk, a, hát elnevezte a kutyáját cigánynak, és hát akkor így gardíroztak, hogy, hogy cigány, így cigány, úgy cigány, feküdt cigány a kurva anyát, stb., amire egyszer csak fogta, és ő is vette egy kutyát, és azt elnevezte Kovács úrnak. És akkor ő is adírozta, hogy, hogy Kovács így, Kovács úgy, Kovács úgy feküdt, stb. Aztán egy idő után egyszer csak hallja, hogy a szomszéd Bodrinak szólítja a kutyáját. Bodri így, Bodri úgy. Hát akkor ő is átkeresztelte Morzsára az övét. Hát ez egy valaképpen happy end ez a történet. Abszolút így. happy end. Én ezt lá... Na, de ehhez fel kellett venni a kesztyűt. Tehát, ez a nagyon igazság, hogy az erővel erőt kell szembe szembeállítani, és akkor... Nem csak az erővel, hanem a durvasággal szembe is. Sajnos, ha, ha országon miniszterelnöke azt mondja, hogy először berúgod a gult, és utána segített föl az általat felrúgott ellenfelet, akkor én meg felrúgom őt. Csak, Aztán ez majd nem... legfeljebb kiállítanak, de szerencsén van, nem állítanak, ki megúszom egy sárgalappal. Igen, most ugye az a, az a nehézség még itt ebben, és ugye láttunk is erre akár konkrét példákat is, hogy azért a, a most olyan hatalmi pozícióban van a, a jelenlegi kormány, meg a miniszterelnök, hogy, hogy a szabályokat is ő, ő határozza meg, tehát lehet adott esetben, hogy ő fölrughat valakit, de hogyha őt felrúgják, akkor, akkor azt meg kiállítják. Igen. Na most erről van szó, pont. Szóval, na, egy még élet szakaszba is változik, tehát én most így 74 évesen szép nyugodtan bevállalom, hogy nem érdekel a, fe, nem érdekel a kiállítanak, nem érdekel. Igen. Volt, amikor kicsik voltak a gyerekeim, nyilván nem vállaltam volna föl, mert azokat fel akartam nevelni. Tehát ugyanezt gondolj bele, amit kérdeztél, hogy persze, hogy változik az embernek még a gyávasága vagy a bátorsága is értelemszerűen változik, akár életkorral. És én attól még úgy gondolom, hogy ugyanaz az ember vagyok Igen. most, mint aki voltam akkor, amikor ezt nem vállaltam volna be két kis gyerekkel. De bizonyos ételemben valami, valami volt a magyarázatot, arra, a magyarázatot ad arra, a, és akkor most már rátérünk itt a pedagógus kérdésre, hmm. hogy azért azt látjuk, hogy kimondhatjuk azt talán, hogy ezt a háborút ezt a pedagógus társadalom elvesztette a hatalommal a kormányjal szemben, hiszen a céljait nem ért el. Most Ugye van ez az alkudozás, amit nem tudunk, hogy mire fog vezetni az Európai Unióval, de hogyha esetleg tényleg megnyílnak azok a bizonyos pénzcsapok, akkor kérdés, hogy, hogy akkor benne van egy ígérete, hogy na akkor aztán kipótolja a pedagógusok fizetését, de majd ezt meglátjuk. Nincs. Igen, előleg jöjjön meg a pénz, persze, aztán Ölsze. meglátjuk, hogy betartják -e ezt, ezt, a, ezt, a, ezt, az ígéretet. Én meg azt mondom, hogy ne jöjjön meg a pénz, mert valószínűleg halvárulónak fognak nevezni. Az bizonyos. Sok helyen. Bizonyos. Ne jöjjön meg ez a pénz, mert, rossz, mert, mert ugyanúgy el lesz lopva. Igen. Tartalékolják valahol egy persely, vagy Magyarországnak ez majd jár. Tartalékolják is egyébként. Igen. Tehát látod, ott van még mindig szinte intaktul, érettetlenül ezek az alapok. Persze, ugye a kormány úgy Magyarországon... mondta, hogy az odaadják az ukránoknak, de hát ezt tudjuk, hogy de nem igaz, tehát oda, hogy nem, nem azt a pénzt akarják az ukránoknak odaadni. Így, ez, ez hazugság. De lehet, hogy mire ez, ez, ez a hazugság. műsor egyébként megjelenik, addig a bizonyos túl, túl leszünk ezen, mert ugye most állítólag ilyen döntés előtt áll itt az Európai Bizottság is, de kiderül, hogy majd mi lesz itt pontosan. milliárd eurót, és akkor az el lesz adva, hogy lám, megnyíltak a csapok. Igen. Mert ugyanis, ugyanúgy, mint hogy a görögöket minket se fognak hajlani, ha, hagyni teljesen elsüllyedni, teljesen káoszba süllyedni, az már, az már, főleg, mondjuk a görögöknek annyiból szerencsék volt, hogy még eurójuk is volt, Igen. az nekünk nincsen, mert Isten őriz a szuverenitásunknak a... Szóval Igen. Ezért így nem Szlovákiát, hát és ez meg hát, hát komárdóba, révkomáromba, euróval fizetsz. Igen. Már nyilván, hogyha Magyarországon mondjuk holnap bevezetnék az eurót, annak elég súlyos következményei lennének, Magyarország az erre nem készült fel. De a közgazdászok azt mondják, hogy, hogy, Pillanatok hogy, hogy nem. megoldanánk, ugyanúgy a szlovákok is. Értem. Lenne némi köhögés, de igen. kisebb, mint amennyi így Mindenesetre ez is most egy elméleti beszélgetés, ez az a része, mert ugye még céldátuma sincsen Magyarországon az európa euró bevezetésének. De visszatérve a tanárokhoz, tehát ugye azt tapasztaltuk, hogy, hogy ez a nagy felhorgadás, ez a mozgalom végül is nem érte el a célját, és többek között nem feltétlenül azért, mert a társadalom nem volt szolidáris, hogy nem volt kellő mértékben szolidáris, hanem mintha a tanárok se lennének saját magukkal szolidárisak teljes mértékben, hiszen azért soha nem volt olyan tömeges a részvétel semmilyen akcióban, ami mondjuk meghátrálásra késztette volna akkor. Mert, és akkor én olvastam azt, hogy tavaly nyilatkoztál, vagy írtál cikket aztán a HVG-n arról, hogy, hogy volt egy ilyen matematika tanároknak Igen. volt egy ilyen gyűlése, és ott volt egy példa ez a ez a tollas labda versus tenisz, tehát hogy a, el, el, eldönthették a jelenlévők, hogyha választhatnának, hogy mondjuk tollas labdával lennének, nem tudom én, világbajnokok, de a tenize meg egy negyedik, ötödik helyen végeznének, de azért sokkal több, a tizedik, de sokkal több pénzt kapnának érte. Akkor melyiket választanák, és hogy, hogy a tanárok mindig ott tartanak, hogy hajlamosak inkább a tollas labdát választani, mint a teniszt. Várjál, más is hajlamos, nem erről van szó. De a tanárok, szóval még sehol, még a testnevelési egyetemen, ahol pedig érthető, hogy Igen. olyan emberek vannak, akik azért nagyon nagyon becsülik a, a világbajnokságot, ott is kétharmados többsége volt csak a, a, a labdának, tehát a világbajnokságnak. Egy ilyen, egy ilyen. De a tanároknál teljesen megdöbbentő volt, több mint 80% szavazott a világbajnokságra. Igen. Na, és ugye azért volt ez itt érdekes, mert ugye itt a kérdés úgy vetődik föl, hogy mi csináljon az a tanár, és ez, ez egy olyan dilemma, hogy aki látja ezt a helyzetet, meg hogy most akkor a, 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 a szabad oktatás feltételeit is, hogy korlátozza a kormány, és hogy vannak itt elég szörnyű történetek ezzel kapcsolatban, ez a feljelengetés, egyebek, hogy meg a nemzet napszámosai, ez, a, ez, is elhangzott, ugye ez a szokásos kifejezés, hogy a kormány ezzel hogy él vissza. Tehát, hogyha te azt mondtad, hogyha a pedagógusok nagy része úgy döntött volna, hogy, hogy akár csak egy évig a teniszt választja, és elmegy valami más foglalkozásba, ahol akár többet is tud keresni, akkor egy év alatt a kormány nyilvánvalóan teljes forgatott kellett volna, hogy végrehajtson, hiszen az az oktatás teljes összeomlásával fenyegetett volna. Így viszont azzal, hogy azok a pedagógusok mondjuk így hivatástudatból nagyon sokkal ott maradnak a rendszerbe, ezzel gyakorlatilag a kormány segítik, és a kormány ugye visszaél ezzel. De ez egy, ez egy, olyan lehetetlen erkölcsi dilemma akkor itt, amit nagyon nehéz feloldani. Mert kinek az erkölcsi dilemma? A tanárnak például. Tehát én például tanárnak tanultam, mondjuk sose lettem uh -huh. az, de most így sokan gondoltam, gondoltam arra, hogy ilyenkor mi a helyes. Megoldás. Tehát mert mégiscsak van felelőssége mondjuk egy érettségi előtt van egy osztály, elviszi az ember odáig, és akkor azt mondja egyszer csak, hogy hát én ezt most itt hagyom, és egyébként meg ezt így hivatást tudatból Ezért csinálom. Két éve megy, tehát a, akit így hirtelen kellett leérettségiztetni, azok már egy évig leérettségiztek. Tehát nem ez az igazi érv. Az igazi érv az, hogy, hogy nem hiszi el a tanár, tényleg nem hiszik el ennyire, Szóval ennyire tele van beszélve az agyuk, nem hiszik el, hogy ők keresett munkaerő. A munkaerőpiac nagy mennyiségbe keres milyen olyan embereket, akik képzettek, értelmesek és fegyelmezettek. Most ha a tanára valamit elmondhatsz, akkor ez ja. a három dolog, hogy értelmes képzett, és hát hogyha sok hülye gyerekkel el tud lenni, akkor fegyelmezett is minden tanár időnként felrobban a hülyeségtől, de fegyelmezett. A, a munkaerőpiac százezrével szippantanál fel őket, és akit eddig ismertem, mindenki egy-két hónapon belül talált munkahelyet. Ezt nem hiszik el magukról, hogy találnának. Tehát a, a bizonytalanságtól félnek, igen. és valójában ö, túlságosan félnek attól, mert igen. Nem, nem, nem lenne. De azért... Na, a, azért az, jó, igen. a legszomorúbb Választ most arra kaptam, amikor megkérdeztem ezt, hogy hát például miért nem perelnek az elmaradt túlaradiakért. Tényleg például az Eke László, Debreceni ügyvéd, barátom, ő a felesége tanár, végigcsinálta. Tehát a felesége beleállt, meg még három másik tanár, és beperelték azért, amiért törvény szerint jár Igen. nekik. És, meg, és, megkapták, nem egyből, meg persze, hogy húzavona volt, de megvannak a iratminták, megvannak a bírósági ítéletek, minden megvan, csak a krétából ki kell írni az elmaradt kifizetetlen túlórákat. És néhány száz tanár, nem még annyi se, egy-két száz tanár perelt az egész országba összesen, Debrecenben meg a szem 17. És kérdeztem egy tanárbarátomat, aki azt mondta, hogy ő se perel, hogy miért nem perelsz. Amikor a jog mellett áll, tehát Igen. nem kérdés, az ügyvéd ingyen vállalja, tehát egy fillérjébe se kerül, annyira biztos a dolgában. Tehát, és ezt aztán szervezett egy hálózatot ezek Laci, hogy tehát az ország több városában van ilyen ügyvéd, aki áll a tanárok rendelkezésére, még rosszul se fog járni, mert megnyerik a pert mind előbb-utóbb ki is fizetik, mert muszáj, szól. és mégsem. Na, kérdeztem, hogy miért nem. És ugyanaz történt, mint a Elfogy a levegő című filmben. Azt mondta, hogy nem tudna másnap bemenni a tanáriba, mert akkor hirtelen gazdag lett, kapott fél millió forintot, mondjuk. Hát gondolj bele, hogy ez két hónapi, vagy másfél hónapi fizetése. Minden, szóval, akkor ő lenne a tanárok árulója, aki, aki kiállt magáért. Igen, igen. Ahelyett, hogy a többiek is csatlakoznának hozzá, és akkor, igen. És akkor mindannyian nyertesei Na, lennének ennek a folyamatnak. E Ebben van egy kis hátrányunk, ebbe, hogy nem tetszett forradalmat csinálni, és a románoknak meg tetszett. Meg hogy az erejét a társadalom sosem Pontosan tapasztalta meg igen. Magyarországon. Hogy... Tehát nem, nem, nem tapasztaltuk meg azt, hogy, hogy igen, szóval mi, mit taján, kilóg a segünk a gatyából, de egyáltalán, de ha kiállunk, akkor, itt, akkor ott valami, akkor, akkor földindulást csinálunk. Igen. Más téma itt a vége felé. Őszintén kíváncsi vagyok, hogy, hogy mi a véleményed arról a vitáról, amit Karsai Dániel ügyében kibontakozott itt az eutanáziáról, és ugye a Momentum éppen mostanában jelentette be, hogy népszavazást is kezdeményeznek ebben az ügyben, hogy Magyarországon lehessen aktív eutanázia. És ugye ez azért -e lehet érdekes ez a, ez a történet, hogy az önmagában a, a tartalmán kívül is, mert nyilván tragikus történet természetesen, hogy ez mintha a politikai törésvonalakat úgy átmetszeni ez a, ez a, ez a, ez a, ez a vita, mint a megszokott sémákból kilépne a, közélet, amikor erről beszélünk. Ezért most nem arról van szó, hogy a, a politika dob be egy témát mesterségesen, hanem valahogy ilyen szerves módon így természetesen egy, egy, személyes példán keresztül egy olyan ügy kerül napirendre, ami egyébként nagyon sok embert nyomaszt foglalkoztat, érdekel. Tehát, hogy ez, hogy is mondjam csak, ez jótékonyan hathat mondjuk így a, a, magyar közéletre, közbeszédre, ami ebből kibontakozik? Kibontakozhat? Tudod miért nem? Azért nem, mert a Fidesz ki fogja mérni megint másodperc pontossággal, hogy mikor, hogy, hogy mikor fordult meg a közvélemény, és abban a pillanatban fogja meghozni egy éjszaka alatt azt a törvényt, hogy hát nálunk legális az aktíven utanázia is. Na de így, így viszont azért azok például elérik a céljukat, akik nem. Akik... érik el, azért nem érik el, mert azt nem érik el, hogy valamit kiharcoltak. Ja, értem, igen. Tehát az az élmény fog az hiányozni. Az az élmény hiányozni fog, hogy valamit kiharcoltunk, mert már előtte megkapják. Ugyanúgy, mint ahogy a taxisok is megkapták, még az Antalkormánytól is. Igen, igen. Ez érdekes, mert azt hiszem, hogy a Bibó István írt erről, tehát hogy a magyar. Ehm... Tudatból teljesen hiányzik az az élmény, hogy, és akkor visszatérünk itt a fordalomra Igen. már is, hogy egyszer hogy, hogy úgy fölemeli a, a, a fejét, ö, oda teszi magát, hogy ilyen csúnyán fejezzem ki magam, és hogy ez eredményre is vezet. Tehát nekünk nagyon szép fordalmaik vannak, csak azokat általában mindig leverik a végén. Uh -huh. Tehát, hogy pont az, a, az az élmény, ami egyébként bár mindenfajta borzalma ellenére, hogy az angoloknak vagy a franciáknak megvan, uh -huh. az, az, az magyaroknak hiányzik. Tehát lehet, hogy akkor ez, még ezelőtt állunk, akkor én is már itt fordalmi úr. Kezdetek, itt De sajnos ezt nem úgy tudjuk megúszni. És, szóval ahol van forradalom, ott vannak csodák, meg ellenkező irányú csodákat is, tehát például a rengeteg francia, 18. századi párizsi lázadás egyikénél, a csendőrség parancsokkal azt a parancsok, nem a katonaság, egy katonai parancsok azt a parancsot kapta a feljegybalóitól, hogy tisztítson meg egy, egy teret a csőcseléktől, ha kell lövessen, nem érdekes. Igen, igen. Ismered a sztorit? Nem, de figyelek nagyon. Ja. Na most hát felálltak a katonák a tér egyik oldalán, a kövek már felszedve a kő, térről, a másik oldalon a lázadók, kövek a kezükbe, katonák fegyver kibiztosítva, a lövésre készen, és ilyen vihar előtti csend állt be, egy világos volt, hogy itt most nagyon sok vér fog forni, mert a fegyverek eldördülnek, a, köz, a macskakövek lepülnek, stb. Tehát a fegyverek nem védik meg azt, hogyha hozzád vágnak egy macskakövet. Szóval legfeljebb lelövöd azt is, aki lopta. És ebbe a nagy csöndbe, ebbe a vihar előtti csendbe, a katonai parancsnok így egyszer csak kihúzta a kardját, és azt mondta, hogy uraim, én azt a parancsot kaptam, hogy lövessek a csőcselékre, én azonban itt látok számos tisztességben megőszült családapát is, megkérem őket, hogy távozzanak a térről, hogy valóban csak a csőcselékre lövethessek. Öt perc múlva üres volt a tér. Most a katonai parancsnok nem ezt tanulta az Ekol hanem azt, hogy hogy kell egy ilyen csatát levezényelni, hogy minél kevesebb katona sérüljön és haljon meg, a szolgáriért áldozatok nem számítanak. Na, tehát azért mondom, hogy a csodák is, ez nyilván egy csoda. szóval bizonyos értelemben, hát ismerve a te világnézetet, ez te meg pláne csodál. Érted fogod, hogy miért mondom azt erre, hogy csoda? Persze, hogy csoda. De csodák is csak akkor történnek, ha megvan a megfelelő öntudat, mind a két oldalon. Igen. Itt most már tényleg a beszélgetés végén e, egy szót vesztegessünk arra, hogy jövőre lesz választás, egyszerre két választás is Magyarországon. Hát, azt hiszem ott talán nagy csodára nem lehet számítani. De leszel el szavazatszámláló valahol, Sárosodányból vagy máshol? Ugye tavaly egy nagy vízhangja volt ennek a nyilvánosságban is, hogy de sokakkal együtt te is voltál szavazatszámláló. 20 voltunk, hát. És, és azért nem. meglehetősen vegyes élményeid voltak ezzel kapcsolatban. Arról beszéltél, hogy, hogy, ez egy nagy tanulási folyamat vagy élmény volt a számodra, hogy bizonyos előítéletek, amik voltak benned, vagy úgy, azok, azok nem nyertek megerősítést ott. Hát nagyon nem, igen. Nem nyertek erősítést azt, hogy el akarják csalni a, szavaz, a szavazat számla. tehát ott helybe csalják. Ez egy ellenzéki narratíva volt, hogy ott a szavazófülkékbe csalják el. Igen. Nem akarták el csalni. Vérfideszes, jegyző vérfideszes polgármester abszolút nem akart csalni. Nem akarom itt a, akkor, az ebet a karóhoz kötni, de akkor se akarták volna, hogyha nincs semmilyen kontroll egyébként? Valószínűleg nem. Nem olyanok voltak, nem, láttam igen. a szemüket, nem csalni akartak, ők, hanem, hanem tényleg azt akarták, hogy az én Igen, érvényesüljön. Igen. Az, az két különböző dolog, propagandát kifejteni azért a hitemmel mellett. Igen, szóval igen. Az, az nás. Láttam azt, hogy, hogy így is volt, mint egy Tényleg Tokai hegyaj, Tokaj mint kiderült, azóta amúgy is eleve. Fidesz egyik alapbázist környéke. 30 százalék ellenzéki szavazó volt abba a faluba. Én számoltam, meg 29, valahány százalék. 30 százaléknak azért már egy falusi kocsmában látszania kell, minden harmadik ember, vagy minden negyedik, na, hogyha kevesebben járnak közülük kocsmába, azért annyiak látszania kell. Igen. Miért nem látszott? Mert nem látszott. Én nagyon meglepődtem, hogy nem 100% Fidesz szavazat az eredmény, hanem csak 70, vagy 69, 71 év vagy talán szav, annyi, amennyi. Azért nem látszott, mert nekem se volt olyan mondani valóm ellenzékiként, amire azt mondhattam volna, hogy, hogy na, ezt például képviselheted a kocsmában. Igen. Tehát most mit azt mondjam, hogy, hogy csupa bonyolult dolog, csupa olyan, ami, ami érdektelen. Szóval, tehát egyszerűen, tényleg az ellenzék paralimpikonokként viselkedett, és főleg az, volt egy pillanat, amikor az ellenzéknek volt egység, egy esélye, igen. tavaly előtt, októberben, az előválasztás igen. napján, tényleg volt. és akkor ezt mutatták a felmérések is. A felmérések meglepően jól lekövették egyébként, hogy, hogy, hogy mi történt az országban. És az önképpen abban a másodpercben szűnt meg az ellenség esélye, amikor a Gyurcsány még kakaskukor és előtt elárulta az egészet. Igen. Abban a pillanatban így úgy olvadt el, mint a hó. Onnantól kezdve tényleg csak az volt a kérdés, hogy ez a 30 azért még így is szavaz-e egyáltalán, még majdnem Budapestet is sikerült elveszíteniük. Igen. Akkor jövőre lesz ilyen szavazatszámlálás, vagy szeretnél szavazatszámlálni, vagy akkor ez egyszerű, úgy nézőjebben kaland volt, és akkor tehát... Értelmét vesztettem el, kiderült, hogy nem ott dől el. Igen. Tehát számomra kiderült az, hogy szó nélkül írná alá az a polgármester és vérfideszes jegyző azt, hogyha az emberek arra szavaztak volna, hogy ellenzék, nyerjen. Szóval ezt, tényleg egyszerűen ezt láttam rajtuk. és Szóval most mondhatod azt, hogy nem ismerem az embereket, vagy én mit van. tudom én. Ők is meglepődtek egyébként, hogy én ezt írtam, mert szóval egyébként kialakult a kooperáció pillanatok alatt, vagy nem pillanatok alatt, de pár óra alatt. A végén meg már tudod, volt az a nagyon elég bonyolult ív, amivel össze kellett a a népszavazás eredményeit, olyan természetességgel tolta elém a jegyző, hogy hát ezt csináld meg, te gondolom, ez neked könnyebb, és tényleg, szóval kicsit oda kellett figyelni, de azért... Hát jó, olyan, hogy egy matematikus szóval olyan nagyon a számára nem, számára a az Olyan biztos. nagyon nem kellett. Igen. Szóval azért egy történész ugyanolyan olyan jól megcsinálta volna, vagy egy, vagy egy hídépítőmérnök, szóval persze, de szóval ennyire természetes volt számára is, hogy nem csalni jöttem, hanem összeszámolni. Igen. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, nagyon szépen köszönöm ezt a bizonyos értelemben mondhatom úgy forradalmi beszélgetést, hát, és szerintem lesz még alkalom arra, hogy folytassuk ezt a beszélgetést. Jaj. Nagyon sok téma, megkérdés kérdés, valamit végül is nem tettem föl, de mm -hmm. még érdekes lehet. És a nézőknek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a Kompországa jövő héten új adással jelentkezik. A viszontlátásra.